Nem fogjátok elhinni, milyen kalandokba keveredtem. Ma egyszer az életben nem live-oztam TikTokon, nem az interneten éltem, hanem kimentem a való világba. Itt van Aldi. Itt vagyunk Horvátba. Nagyon jó a hangulat, süt a nap. Mindjárt megyek egy hajót kibérelek az Adrián. Ki az az Adrián? Gondoltam ideje egy kis pihenéskép eljönnöm a városból. És nem az internetre fókuszálni és a videógyártásra, hanem egy kis élményt szerezni. Ezért gondoltam, gyártok az élményből egy videót. De legalább szép a kilátás. Arra van Zágráb. Arra van Siófok, ez a siófoki világító torony. Az meg szomszéd Jani. Gyors sztori Instára. Volt 6 tyúk. Jó a víz. Lovas lányok, tudjátok, ezek milyen fajta lovak? Milyen szép itt a természet. Nagy kár lenne, hogyha kényszer beatboxba kezdenék. Megint előjönnek a hangok. Rózsa, illatos. Itt vagyok egy ilyen régi házban. És itt vannak az utálóim. Ezt ha anyukám látná, megvadulna. Beszállás, mert indulunk. Nézzétek, milyen jó ez a pisztánk. Biztos nem fog beleokádni a számba. Felértünk a csúcsra. Köszönöm, hogy eljuttattatok a csúcsra. Amúgy elég szép hely. Nézzétek, milyen szép. Ahogy ettem a kiflimet tömlős sajttal, elgondolkoztam, hogy mennyi szép dolog van a világban, hogyha egy kicsit nyitott szemmel járunk. Nem kell folyamatosan az internet világában. Nem kell mindent az interneten csinálni. Néha érdemes kimenni a világba és megtapasztalni, mennyi szép dolog lesz körül minket. Most nézzétek meg, itt vagyok Horvátországban, ott a gyönyörű szép Adria. Szépek a felhők is. Úgyhogy ez az üzenetem nektek, akik ezt nézitek, hogy merjétek megtenni az első lépést. Menjetek el arra az útra, amire mindig is akartatok. Vegyetek egy országbérletet, pattanjatok fel az első volánbuszra, és irány a egy kaland. Tudom, hogy először nehéz így rávenni magad, de higgyétek el, hogyha már úton vagytok, akkor a többi jön magától. Úgyhogy ezen az üzenetem. Merjétek megtenni az első lépést. Legyetek olyanok, mint a madarak. Szálljatok szabadon a széllel. Hívjátok el azt a csajt randizni.
valljátok be a haverotoknak, hogy szerelmesek vagytok belé, és nem azért jársz vele focizni, hogy focizz, hanem hogy az öltözőben lásd a pöcörőjét. És ha ezeket betartjátok, akkor sokkal teljesebb életetek lehet. Visz hang. Nagyon szeretem az ilyen régies házakat nátetővel, meg ilyen magyar némes és motivumokkal szívesen laknék egy ilyen házban. Ti szeretitek? Genga. Biztos sok gamer van itt közöttetek. Nekik van egy nagyon jó hírem. Ez egy gémes kút. Ezt gamerek építették 1863-ban. Gamer Ágoston az első magyar gamer építette. És azóta is itt áll. Már nem csinálnak ilyen minőségi dolgokat sajnos. Szerintem nincs bejelentve amúgy ez a kút. Itt is van más stadion. Viccet félretéve amúgy. Az elmúlt pár nap tényleg elég fárasztó volt mentálisan, mert kezdtem már belebolondulni, hogy semmi közöm a valósághoz, teljesen elszakadva éreztem magamat. Csak a szobámban voltam kb. Nem is mozogtam egész nap, pedig amúgy szeretek. Csak enni mentem le kaját, csak kajáért mentem le a boltba, meg így a minimumot. Tudom, sokak így élnek, sokan így élnek közületek, de ez nem jó élet amúgy. Annyi szép dolog van a világban, hát nézzétek, szép táj. Szóval jól jött a pénz, amit kerestem most TikTokon. Nélkületek nem jöhetett volna létre. És köszi a pozitív kommenteket az előző pár videómhoz. Volt pár negatív komment, de aztán végül, mikor később megnéztem, rájöttem, hogy amúgy 90%-ban pozitív. Úgyhogy köszönöm, ez jól esik. És az is jól esik, hogy van nem tudom 100.000 forint a PayPal számlámon. Na jó, 100.000 nincs, vagy 70.000 van kb. Úgyhogy ez most nekem kifejezetten jól esik. Jó volt itt Tihanyban, vettem egy túlárazott joghurt italt a Coop-ban, vettem egy hűtőmágnest, egy mézcsorgatót, úgyhogy tényleg úgy értem, mint egy igazi király, hála nektek, úgyhogy köszi még egyszer ezúton is. Amúgy ajánlom ezt a helyet, kicsit nagyon turistás, ott az apátság, onnan készült a visszhangos felvétel. Amúgy nagyon turistás, igen, de hát megvan el az okuk. Hát azért, mert amúgy tök jó hely. Sok a nádfedeles ház, sok a nád, mert a kettő összefügg. Sok a gesztenyefa, sok a német turista, de ami a legtöbb, az a móka és kacagás. Köszi a megtekintéseket és köszi a rózsákat. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!